Jelenleg a nézőtér alatt vagyunk, a kiszolgáló helységek egyikét fogjuk megnézni. Ez itt a főközpontunk. A Komói Színházban távhőszolgáltatás adja a meleget. Egy kicsit túlvilági, de azért a miénk. A 80-as évek dizájnját idézi természetesen. Itt érkezik meg a meleg víz, amikor fűtési szezon van természetesen. Innen osztódik el minden egyes befúgógéphez. Motorok mozgatnak ventilátorokat és fújják keresztül a radiátorokon, kalorifereken a levegőt. Ez melegíti fel a levegőt és ez megy fölfelé. Wow. Ami a nehézség a dologban az az, hogy ezek a gépek elég hangosak. Úgyhogy a plafonon is mindenhol, az ajtón is megfigyelhető, hogy hangcsillapító anyaggal burkolt minden. És az a nagy befúgó motor, ami itt található, ő fűti a nézőteret. Ő, hogyha direktben fűteni a nézőteret, az nagyon hangos lenne, úgyhogy a levegőt, ami kijön belőle, egy nagy hangcsillapító szerkezeten vezetjük keresztül. Ebben ilyen líra alakú, szintén hangcsillapított légút található, ami a motor zaját elnyomja, mire a végére él a levegő. És a hátsó végén érkezik meg a színház utca oldali frontjához, ott megy fel a nézőtér alá a meleg levegő. És ezt most meg is nézzük. Amihez viszont egy kis mászásra lesz szükségünk. Hát, ahogy látom, nem kis mászás lesz. Szóval akkor itt felértünk, és elénk tárul egy nagy szürke doboz. Egy holdbéli táj. Jelenleg a nézőtér alatt vagyunk. Fejünk felett van a technikai helység, a torony, ahogy mi hívjuk. És itt kezdődnek a széksorok. És szépen haladnak lefelé. Itt láthatjuk a széksorok alatti fűtőnyílásokat, ahol a meleg levegő felmegy. És mindazt a szerkezetet, ami tartja ezeket a sorokat. És ennek egy része be van dugaszolva, egy része nincsen. Ezzel lehet szabályozni azt, hogy mennyi levegő mozogjon itt a 15. sorban, és mennyi levegő jusson az alsóbb sorokba. Annak érdekében, hogy elől is kijöjjön a meleg levegő, be kellett dugaszolni néhány lukat. És még egy újabb szoba, helység. Itt lehet lejjebb menni az alsó sorokba, mert hogy ez itt a 15. sor. 14, 12, 13, 11. És ott van a többi, mind egészen az első sorig. Az első sor és a alatta lévő födém között 28 centi van. Volt, hogy ebben a 28 centiben is kellett dolgoznunk, amikor a kábelket hoztuk be. Az nem volt egy kellemes feladat. Úgyhogy az, amit mondtál korábban, hogy tényleg minden centiméterét ismeri az ember az épületnek, az valóban igaz. Itt nagyon-nagyon-nagyon kevesen jártak lent. Ezt most megtisztelőnek érzem, hogy így járok és felvehetem. Na, a hosszú lépcső, csiga lépcsőn felmásztunk, és felértünk a technikai helyiségbe, a toronyba, ahogy mi nevezzük. Innen irányítjuk a hangot és a fényt minden előadáson. Menjünk beljebb! Így látja a hangtechnikus az előadást, körülbelül fejmagasságban a hangfalakkal, ideális rálátást nyújt. Ő egy kicsit jobbra helyezkedik el egyébként,
a színpad közepétől. Ennek van valami funkciója is, vagy így volt kényelmes? Az eredeti tervek alapján így alakult ki. Csak utánad. És jön tászmos. Felértünk a létrán, és ez a csodálatos kép tárult elénk. Gyönyörű. Egy kifordított színház. Teljesen. Tulajdonképpen ezek a hangterelők felülnézetből, amik a nézőtér felett találhatóak. Megfigyelhető ugye a jellegzetes róla alakú világítás, ami lentről is látható. És a világításhoz tartozó vezetékezés. És itt ki tudunk kukucskálni. És látjuk a nézőteret. Nagyon jó. És mégis szintet jöttünk. Ez nem volt itt, mikor ez a hátsó híd. A lámpákat állítani szeretnénk, ahhoz is majdnem, hogy hasra kell feküdjünk. Ez a leglaposabb szög, ahonnan szinte szemből meg tudjuk világítani a színészeket. Nagyon jó. Minden egyes lámpa ugye külön szabályozható, külön fényerő szabályozóval. Azokat a képeket, képeknek hívjuk a világítási eseményeket, azokat a képeket, amiket kigondol a rendező, külön-külön el lehet menteni, hogy mely lámpa mit világítson. Milyen fényerővel. Ezek kézi mozgatású lámpák, tehát hogy nem lehet menet közben változtatni anélkül, hogy feljönne ide az ember. Fejem. Állj meg. Ez itt tehát az első kép. Itt már sokkal nagyobb lámpák is láthatóak. Ezekkel lehet lappali világosságot teremteni odalent. Ó, és innen már állva is láthatjuk a színpadot. Ez egy hegymászó felszerelés kell, hogy itt például a nézőtér fölötti rózsákban izzót cseréljen az ember. Hát az biztos. Ki kell mászni hozzá oda. Innen nem érdemes lejteni semmit, hogyha nem akar az ember egy 5 percet szaplatni lefelé a fejed, és utána is. Itt juhasere, és itt van ugye a színpad. Ez itt már a színpad eleje, igen, és a színpad födém. És erre rá szabad állni, vagy persze, ez ilyen? Persze, teljesen járható, ne menj annyira az elejére, hogyha nem szereted a magasságot. A magasságtól én sem félek, csak a mélységtől. És akkor itt nem vissza tudunk mászni a színpadra? Innen akár vissza tudunk mászni a színpadra, alattunk van a függönyvonala, és a mikrofonok csövei, nem bocsánat, ezek lámpacsövek, a mikrofonok csövei ugye ott érkeznek meg a színpadra, ezek pedig itt a lámpák elvezetései. Ide vannak fellógatva a hangfalak, azt talán még látszik egy picit. Mögötted pedig jó sok minden van itt is. Egy pici légtechnika, ezzel azt hiszem ezekkel elszívni lehet. Igen, ők elszívó csövek. És ott a falon látható a színház tetején található, ha jól emlékszem, 120 darab napelemnek a két invertere, mert több napelem parkkal is rendelkezik a színház. Ők itt dorombolnak mindennek. Szerencsére jó halkak. Igen. És innen lehet kijutni a tetőre is, ezen a létrán keresztül. Ezt most nem kockáztatjuk, mert eléggé nehézkes a kijutás. Meg nem is biztonságos annyira. Nagyon köszönöm, hogy ide feljöhettem. Nagyon érdekes. Jaj, és ugye itt már a színpad van, és ott a nézőtér. És minden, ami a nézőtér fölött van, a
az természetesen a plafonról lóg, mint ahogy az látható. És akkor így a túránk végén jön a visszatérő kérdésre, mi a kedvenc emléked, kedvenc élményed, ami ide kötődik ehhez a színházhoz? Kettő is van, rögtön. Az egyik a csapathoz kötődik, a színház felújításakor, amikor 2012-ben, ha jól emlékszem, felújították a színházat, akkor abból mi is nagyon kivettük a részünket, az egy nagyon szép időszak volt. A kedvenc előadásom pedig, amit mi csináltunk, az István a király című előadás volt, Horbúj Kata rendezésében. Az szerintem az sikerült a legjobban az alatt a 8 év alatt, amíg itt voltam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így bemutattad nekünk a színházat, hatalmas élmény volt, és még úgyis találkozunk itt a színházban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Sziasztok!